azt látom, hogy az elmúlt két évben nagyon sok energiát fordított a kormány a propagandára, arra, hogy az általuk irányított médiákban egy ideális kispolgári létet próbáljanak meg feltüntetni. A kultúra virágzik, az asszonyok főznek és a gyerekeket nevelik, a férfiak végzik a dolgukat az hivatalokban, és ez ömlik a kormány által kontrollált médiából, mind a nyomtatott médiából, a nyomtatott sajtóból, mind a televízióból és a rádióból is. Egy ilyen ideális állapot, egy ilyen polgári állapot. Erre nagyon-nagyon sok pénzt fordít Orbán Viktor. Azért, hogy ami igazából történik a felszín alatt, az ne látszódjon. És az, amiről például a baloldal, vagy az ellenzék mondjuk úgy próbál beszélni, legyen szó a hajléktalanok helyzetéről, a munkanélküliségről, a demokrácia válságáról, ez mind csak ilyen sirámnak tűnjön, egy ilyen nosztalgikus vágynak az iránt, ami sohasem volt igazából Magyarországon. Kicsit az az érzésem, mintha elvennének tőlünk olyan dolgokat, amik az elmúlt 20 évben adottak voltak, és lehet, hogy mi, akik, vagy az idősebb generáció, akik nem demokráciában nőttek föl, és nem kellett kiharcolniuk ezt 89-90 táján, úgymond adottnak vették, mint a levegőt. Most ezeket elveszik tőlünk, és most itt a lehetőség, hogy bebizonyítsuk, hogy nekünk ezek fontosak. Ki kell őket harcolnunk, vissza kell őket szereznünk Orbán Viktortól. És a helyzetnek az abszurditása az, hogy annak idején 89-90-ben ő volt az egyik, aki ezeket a szabadságjogokat kiharcolta. Most ő az, aki elveszi tőlünk. És amikor voltak viták a parlamentben az elmúlt másfél év során, ahol elhangzott az a mondat fideszes képviselők szájából, hogy a rendszerváltás most fejeződik be, most teljesedik ki. Én is ezt gondolom, csak egy kicsit más oldalról. Arról az oldalról, hogy most igazán meg kell bizonyítanom nekem és a generációnak, hogy nekünk ezek fontosak, ezek a szabadságjogok, és képesek vagyunk, és hajlandók vagyunk harcolni értük. Demokráciát! 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 Demokrácia! 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 Már nem tehetünk az ellen semmit, ami ma fog történni a parlamentben. Amikor Orbán Viktor olyan törvényeket hoz a ház elé, amik tulajdonképpen egy pártrendszert hoznak létre Magyarországon, a demokráciát, a parlamenti működését felszámolják, akkor én országgyűlési képviselőként, ellenzékiként nem tehetek más, mint hogy ezt minden eszközön megpróbálom megakadályozni. Hogy a kormánypárti szavazógépek, a kormánypárti képviselők gondolkozzanak el azon, hogy mit csinálnak. Hogy bebetonozzák az egykulcsos adót, hogy egy olyan választójogi törvényt hoznak létre, ami a Fidesz, amelyel a Fidesz mindent fog vinni 2014-ben, és úgy változtatják meg a házszabályt, hogy tulajdonképpen a parlament kiiktatódik. Egy pártrendszert kiiktat Orbán Viktor, és ennek ellen kell állni. Eljutottunk a kétségbeesésünkben oda, hogy a polgári engedetlenség eszközéhez kellett folyamodnunk, azért, hogy azokat a törvényeket ne tudják megszavazni a képviselők, amikre éppen aznap készültek, és tulajdonképpen kiláncoltuk magunkat a parlament parkolójának a bejáratához. Ez egy nagyon drámai nap volt, és ennek köszönhetően a nemzetközi média is felfigyelt arra, hogy Orbán mit művel a magyar demokráciával. A tavalyi év végén, amikor a parlament utolsó előtti ülésnapja volt, és arról szavaztunk többek között, hogy a kormánynak lehetősége legyen, azt hiszem, hogy 6 alkalommal olyan törvényeket benyújtani, komplett törvénycsomagokat benyújtani, és megvitatni és megszavaztatni a parlamenttel 24 óra alatt, amit akár a költségvetés maga is lehet.
Én ezt akkor nekem ott szakadt el a cérna végleg, és akkor úgy éreztem, hogy én ezt nem tudok már tovább asszisztálni. Számomra innentől kezdve a parlament egy kiüresedett szintér, egy olyan eszköz, amivel a kormány legitimizálja a saját döntéseit és a demokrácia álcáját fenntartja. Úgyhogy én december 23-a után hoztam egy döntést, miszerint amikor az alkotmány életbe lép, az új alaptörvény, amit szintén csak a Fidesz és a KDNP szavazott meg, ugye, akkor én lemondok a mandátumomról, és nem asszisztálok tovább ehhez.